utazás, altató, nyomorgás a székek között. Az utazás, meg a hazatérés. Az emberek többsége ehhez hasonló dolgokra gondol, amikor azt mondják neki repülőtér. De egy őszi nap sokaknak új élményeket tartogatott a kifutópályán. A Liszt-Ferenc repülőtér 1-es futópályáját a repülők helyett a futók vették birtokukba, akik természetesen jól bemelegítettek, mielőtt nekiláttak a távnak, bár volt, aki ennek elég sajátságos formáját választotta, de a rögtönzött kondizás sem okozott nehézséget. Szerintem hárman nem nyomnak annyit, mint én, úgyhogy igazából nem. Kibírtam. A majom szeretet nem volt véletlen Gergely István és a lányok között, ugyanis 4 fős csapatok versengtek egymással és a 21 kilométeres távval, igaz az indulók többségének figyelmét a küzdelem helyett inkább a szokatlan környezet kötötte le. 2, 1, 2! Soha nem is gondoltam volna, hogy részese lehetek egy ilyennek. Igazából ilyen a világon nincsen, hogy a repülőtéren futhatunk, úgyhogy örülök, hogy itt vagyok. Az aszfalt csík hosszú és egyben rövid. Megközelítés kérdése. Hosszú egyenes, mégiscsak kifutópályáról van szó. Néztem, hogy a repülőgép milyen gyorsan végig szokott érni ezen a 3 km-es szakaszon. A putva kicsit lassabb volt, főleg visszafele éreztem, hogy már negyediket igen csak pihenőn vagyunk. De annyira elkapott a verseny, szellem a hív. Vitt a mezőny, hogy így is életem csúcsát futottam. Azért nem mindenki tört egyéni csúcsra, az erőviszonyokat sokan előre felmérték. A jutalom jegyekről lemondtunk már, tehát ezt felajánlottuk az első csapatnak, aki nem mi leszünk. Mi igazából örülünk, hogy ilyen szép verőfényes nappal repülőtéren futkározhatunk, megadott távon, ennyi igazából. De gyorsan szögezzük le, korábban is akadt olyan, aki összekapcsolta a repülőteret és a futást, igaz, más módon. Én egy szörnyen pontatlan is, és notorius késő vagyok, úgyhogy nekem állandóan futnom kell villamos után, busz után, repülő után, autó után, mindig. Csak a filmekben van. Ilyet azért ritkán láttam, hogy élőben valaki a repülő után futna. Gergely István téved, nem csak a mozikban látni ilyet, de még csak nem is egyedül Vadon Janinál. Volt már rá példa, igen, hogy sietni kellett, de akkor nem a kifutón, hanem inkább a terminálnokon futkoráztunk a gép után. Szerencsére elértük akkor, úgyhogy jó élménnyel zárunk. Gergely István a medencében azért otthonosabban mozog, lehet, hogy ezért sem futott eddig a reptéren vagy a repülő után, de ennek más oka is van. Az én futósebességem az azért nem nagyon közelíti meg a repülőgépek sebességét, de hát ha valaki fog a repülő után futni, azt lefotózom és meg is nézem, én nem fogok, megígérem. Fotók azért készültek jócskán, még ha nem is repülők után rohanó emberekről, a futásnak más célja volt. A rendezvény bevételéből rászoruló diákok sportolási lehetőségét támogatták, akik egy évig ingyenesen használhatják a Margit-szigeti atlétikai központot. Ez volt az egyik oka annak, hogy a hírességek is kilátogattak a felszálló pályára. Egyrészt ugye, mert egy jótékonysági rendezvényről van szó, szerintem nagyon fontos az, hogy olyan embereknek is lehetősége jusson a sportolásra, akik egyébként anyagilag nem engedhetik meg maguknak. Másodszorban pedig ez egy olyan kuriózum ez a helyszín, hogy hihetetlen, harmadrészt meg a lőrinci vagyok, meg mit kell lennem. A kezdeményezés nem csak a Pest-Szent-Lőrinciek körében aratott osztatlan sikert, így nem meglepő, hogy a szervezők bíznak benne, hogy a futócipők először, de nem utoljára koptatták a kifutópályát. Rohanni viszont addig is lehet, a busz, a vonat, vagy éppen a repülő után, vagy akár csak kedvtelésből.